A helyszínrajzi részletpont számítást követően az helyszínrajzi tervezés utolsó lépése a helyszínrajzi fő- és részletpontok szervényezési értékének meghatározása, tehát a szervényezés. Mit is jelent ez a szervényezés? Ehhez az AutoCAD rajzban, amely most jelenleg azt a változatát mutatja, ahol a részletpont számítást befejeztük, lépjünk rá arra a rajzra bemutató jelleggel, amely már a ténylegesen leadandó, beszervényezett helyszínrajzi tengelyt mutatja be. A szervényezés azt jelenti, hogy meghatározzuk az út eleje pontjától, UE0 plusz 00,00, az egyes fő- és részletpontok, ugye főpontok íveleje, ívközepe, ívvége, részletpontok pedig a köztük lévő pontok, illetve egyenesben is el kell helyezni pontok, részletpontokat, ezen pontoknak a távolságát a kezdőponttól, illetve az ábrázolása ennek a távolságnak úgy történik, hogy a kerek 100 métereket leválasztjuk a teljes távolságértékről, például ahol most a szárkereszt van, ez az ívpont az út elejétől 118 méter 11 centire van, a kerek százasokat leválasztjuk, plusz jellel választjuk el a többitől, és ez alatti ért, százas alatti értéket a plusz jel után írjuk, tehát 18,11. Tehát maga a szervényérték előtt pedig a szervénynek a jele olvasható, ugye tiszta körívnél IP pont, átmenetíves körívnél AP pont, illetve a főpontok íveleje, ívvége, átmeneti veleje, átmeneti ív vége, illetve ív közepe mind a két esetben. Tehát a feladat az, ezek után, hogy meghatározzuk a fő- és részletpontok kezdőponttól mért távolságát, és ezt így a bemutatott módon ábrázoljuk. Ehhez töltsük be, hogy a bal oldalon már látható is, a szervényezési alulvonás jegyzőkönyv XLS fájlt, amely táblázat már elő van készítve a szervényezési értékek meghatározásához. Két fület látunk itt alul, főpontok, az első, második a részletpontok fül. Vagyis ez azt jelenti, hogy először a főpontok szervényezési értékének meghatározása a feladat, majd ezt követi, erre építve, ezt követi a részletpontok meghatározása, a szervényértékének meghatározása úgy, oly módon, hogy ebben az IV részletpontok szervényési értéke táblázatban minden tengelypont szervényértéke benne kell, hogy legyen, vagyis elkezdjük majd a részletpontok szervényértékének meghatározását, amikor egy főponthoz érünk, például mindjárt az íveleje ponthoz az elején, akkor kontrolláljuk, hogy a főpontok számításánál kijött szervényértékkel megegyező értéket kaptunk-e. Kezdjük el kitölteni az ív főpontok szervényezési értéke táblázatot. Az A oszlopban a sarokpont, ugye a mezőnek a neve, a fejlécben, tulajdonképpen nincs másról szó, mint a tengely sokszög pontoknak az elnevezéséről. Az SP0 az A-nál, SP1, SP2 és SP3. Ezt követően a következő oszlop tartalmazza azoknak a sokszög pontokhoz tartozóan, tehát így az egyes sokszög ponthoz, SP1-hez, illetve SP2-höz, ahol ívtervezés történt, az íveknek az adatait, méghozzá mit, az alfa középponti szöget, a sugárértéket, illetve amit most itt láthatunk ebben a cellában, ugye P per R per P, ugye ez azt jelenti, hogy paraméter per sugár per paraméter formában adjuk meg az átmeneti íves körív sugár, illetve paraméter értékét, jön a IH-val a teljes ívhoz, IH index K-val a körívnek a hossza, és nagy L az átmenetívnek a hossza. Természetesen ez az összes cella csak átmenetíves körívnél kerül kitöltésre. Egyébként tiszta körívnél csak alfa, R és ív hossz lesz, de ez mindjárt
fogjuk is látni. A következő oszlop az oldalhossz, ez a sokszög oldal hosszát jelenti, ezt a beméretezett AutoCAD rajzból a tenger sokszög oldalak értékeinek levételével töltjük ki. A következő mező az egy sokszög oldalon lévő érintők beírására szolgál, első érintő, második érintő, illetve a kettő összege. Nyilván az első sokszög oldalon csak egy érintő van, tehát a sorrendben az első ugye kimarad, a második lesz az első körív érintője az első sokszög oldalon, a második, az egyes és a kettes sokszög pont között helyet foglaló második sokszög oldalon, viszont két érintő van, az első ívé, illetve a második ívé, átmeneti íves körívé, a kettő összegét majd meghatározzuk, és az utolsó sokszög oldalon is csak egy érintő van, az átmeneti íves körív érintője. Ha ezeket kitöltöttük, akkor jön az egyenes hosszának meghatározása, amely tulajdonképpen a, itt most a második sokszög oldalt mutatnám, az első ív érintője, illetve a második ív érintőjének összegét vonjuk le a teljes oldalhozból, és így megkapjuk egyenes szakasznak a hosszát. Nyilván a kezdő és a végső, utolsó sokszög oldalnál, ugye ez csak egyetlen érintő levonását jelenti. Jó, és akkor jön az L, nagy L-lel az átmeneti ív hossza, IHK-val, IHK per 2-vel, tehát a tiszta köríves szakasznak a fele, másik fele és az átmeneti ív hossza megint. Jó, milyen jelei lesznek ezeknek a főpontoknak? Ugye itt látható átmeneti vele, illetve ív vége, átmeneti ív vége, ív közep, átmeneti ív vége, átmeneti ív eleje a másik oldalon, illetve ív vége. Nézzük akkor a kitöltést, tehát kezdjük a tiszta körív adataival. Mik lesznek ezek? Ezt kinézhetjük az AutoCAD rajzról, de a főpontszámításból is következik. Mivel most az AutoCAD van nyitva, AutoCAD rajzot látjuk, ezért belenagyítok, és akkor az alfa középponti szöget innen fogom kiírni. Jó, a kiírás formátuma az nem olyan formátum, mint AutoCAD-ben, hogy a fokjel, percjel és a másodpercjel, hanem kötőjelre választjuk el a fokot a perctől, illetve a másodperctől. Tehát írjuk be 76 kötőjel, 49 kötőjel 56. Ez akkor a tiszta körív középponti szöge. Utána jön a sugárértéke, a sugárérték, ugye megint lekérdezhetjük itt AutoCAD-ben, vagy a főpontszámításból jön, ez 100 méter lesz, most itt nem akarok az ablakok között feltétlenül ugrálni, mert nehezebb átlátni, de ez 100 méter, ahogy ezt ellenőrizhetjük, illetve kell az első ívnek az ívhossza, itt viszont már mindenképpen célszerű lesz, hogyha a főpontszámításnál megnézzük, hogy az mennyi, 134,10 lesz a teljes 134,10 lesz a teljes ívhossz, és itt tiszta körívnél más információt már nem kell megadni. Nézzük az átmeneti íves körívet. Kezdjük az alfa középponti szöggel, amely ebben az esetben 74 kötőjel 0,8 kötőjel 55. Jó, a paraméter sugár per paraméter értékhez megint akkor nézzük a főpontszámításnak az átmeneti ív számítással foglalkozó részét. A sugár 50, a paraméter 42, és kell még majd az átmeneti ívhossz, ami 35,28 lesz, ugye ez hangzott még el. A paraméter, tehát a megadása az ugye paraméter 42,
per 50 per 42. A következő érték, ugye a teljes ívhossz felírása, akkor ehhez nézzük a teljes ívhosszat, az 99,98. 99,98. A tiszta körív szakasznak a hossza 29,42. 29,42. És az átmeneti ívhossz 35,28. Jó, a következő oszlopba ugye az oldalhosszak kerülnek, ehhez menjünk az autókedrajzra, nézzük az első sokszög oldalhozt, a 137,41, 137,41, a második oldalhossz az 207,83, a harmadik oldalhossz pedig lesz a 143,22. Nézzük akkor a egyes sokszög oldalakon lévő érintőt, illetve érintőket. Az első sokszög oldalon az első érintő az nem értelmezhető, nincs. Ezt ugye vagy nullát írunk be, vagy kihúzzuk. Ugye mivel nincs, akkor egy vonással húzzuk ki ezt a rubrikát. Úgy tudjuk ezt megtenni Excelbe, nélkül, hogy a shift lenyomása 1-esnél, 1-es billentyűnél, ugye egy sima 1 apostróf jel jelenik meg, és utána beírjuk egy vonás jelet, akkor az megmarad abban a formátumban, ahogy beírtuk. Jön az első ív érintője, az, ahogy látható itt, 79,30. Azért tehetjük meg, hogy autókedből ezt leolvassuk, mert a számítások során ellenőriztük, hogy ugyanaz az érték jön ki a számításokkal, mint itt autókedben a méretezéssel. Itt a kettő összege tulajdonképpen azt jelenti, hogy a 79,30-at írjuk be, hiszen nincs másik érintő. Menjünk a következő sokszög oldalra. Nyilván ezen a sokszög oldalon, mint minden köztes sokszög oldalon két érintő van. Az első 79,30, a második pedig már az átmeneti íves körív érintője, amelyik 56,13. 56,13. A kettő összege, megkapjuk, hogyha ehhez a cellához hozzáadjuk a másik érintő tartalmazó cellát, összege 135,43. Jön az utolsó sokszög oldalon lévő érintő 56,13-mal. Jó, és akkor megint kihúzzuk a második érintőt, tehát itt ez egyenlő lesz 56,13-mal, be is írhatjuk. A következő lépésben meghatározzuk az egyeneseknek a hosszait, amit úgy kapunk meg. Menjünk az első ívre, első sokszög oldalra, hogy a sokszög oldalhozból levonjuk a két érintő összegét, illetve a kezdő és az utolsó oldalnál a
egy érintőt levonunk. Jó, tehát akkor ez a cella itt azt jelenti, hogy ez egyenlő, az oldalhozból levonjuk az érintőt. 58-11-et kaptuk, nézzük meg, itt AutoCAD-ben már beméreteztük a részletpont számítás során, tehát ez itt rendben van, stimmel. Nézzük a következő egyenesnek a hosszát. Ez egyenlő, ebből a sokszög oldalból kivonjuk a két érintő összegét, és kapjuk a 72-40-et. Nézzük meg, mit kaptunk a méretezés során. 72-40, ez is rendben van. Nézzük az utolsó egyenest, az pedig megkapjuk, hogyha az utolsó sokszög oldal hosszából levonjuk az átmeneti éves körév érintőjét, 87-09-et kell, hogy kapjunk. A méretezés során itt 87-10 van. Ugye ez úgy jöhet ki, ha megnézzük, a teljes oldalhoz 143-22, ez be lett méretezve itt AutoCAD-ben. Hogyha összeadjuk az 56-13-at, meg a 87-10-et, ugye azzal 23 jön neki, 143-23. Tehát itt a fölfele kerekített az AutoCAD a méretezésnél, tehát nyugodtan úgy függ össze ez az AutoCAD méretezés az Excel táblázattal, hogy most az AutoCAD-et írjuk felül. 87-09. Jó, és akkor így megvan az összhang a szervényési értékek számítása, tehát a szervényési jegyzőkönyv kitöltése és az AutoCAD rajz között. Ezt követően nézzük, hogy az egyes ívek adataiból ugye mire van nekünk szükségünk. Az első az egy tiszta körív, tehát ugye nincs átmeneti ívhoz, tehát azt hagyjuk ki, ezt a cellát hagyjuk ki, jön a teljes ívhoznak a fele, ami ugye 134-10, tehát 67,05. A második fél ívhoz is 67,05, és nincs átmeneti ívhosszunk, tehát ezzel tulajdonképpen az első körívvel végeztünk. Jön az átmeneti éves körív. Itt viszont van már átmeneti ívhossz, ami 35,28, ugye ebből a cellából következik. Jön a tiszta köríves szakasz fele, az a 29,42-nek a fele, 14,71, majd még egyszer 14,71, majd megint zárásképpen az átmeneti ívnek a hossza 35,28. Végeztünk is. Tulajdonképpen most már csak arról van szó, hogy ténylegesen kiszámoljuk a főpontok kezdőponttól mért távolságai alapján a szervényezési értékeket. A megjegyzés lovatba kerülnek a főpontoknak a jelei, tehát a legelső kezdőpont ugye az UE lesz, az első főpont egy tiszta körív, tehát IE, aztán jön az ív közepe, aztán az ív vége szelvényértéke, majd jön az átmeneti ív elejének a szelvényési értéke, majd az átmeneti ív vége, főpont következik, aztán az ív közepe, másik átmeneti ív vége, átmeneti ív eleje, és az UV-vel az út vége. Tehát eleve már beírtuk ide a főpontok jeleit, most már csak hozzá kell rendelni a szervényezési értéket. Ha a kezdőponthoz nullát ütünk ebbe az első U emelletti cellába, akkor látható, hogy a cella formátuma már úgy néz ki, mint ahogy annak ki kell nézni az AutoCAD-ben való ábrázoláshoz is, tehát a szervényezési értéket már hektométer szervényezéssel bemutatja. Tehát a kerek 100 métert leválasztva, ugye hektométer szervényezésnek hívjuk ezt a metódust,
Tehát ez 0 plusz 0, 0. Hogy kapjuk az ív eleje szervinési értékét? Ugye ehhez menjünk az ív elejére. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a kezdő szervinési érték, ez az A pontban van ez az út eleje pont, ettől ugye 58-11-re helyezkedik el az ív eleje. Tehát nincs másról szó, mint arról, hogy a kezdő értékhez hozzáadjuk az egyenes szakasznak a hosszát. Tehát 0 plusz 58-11. Hogy kapjuk az ív közepe pont szervényezési értékét? Ugye ezt megkapjuk, hogyha az ív elejéhez hozzáadjuk a fél ív hosszat. Hogyan kapjuk az ív végét? Hogyha az ív közepe szervényezési értékéhez hozzáadjuk a másik fél ív hosszat. És hogy kapjuk az átmeneti ív eleje hosszat? Úgy, hogy az ív vége szervényezési értékéhez hozzáadjuk az egyenes szakasznak a hosszát. Ugye így megkaptuk az átmeneti ív eleje szervényezési értékét, vagyis a kezdőponttól mért távolságát. Az átmeneti ív végét megkapjuk, hogyha az átmeneti ív elejéhez hozzáadjuk az átmeneti ív hosszat, ez az átmeneti ív vége szervényértéke, majd következik az ív közepe, az átmeneti ív végéhez hozzáadva a fél tiszta körív hosszat. Hogyan kapjuk a másik átmeneti ív végét? Hogy a ív közepe szervényezési értékéhez hozzáadjuk a másik tiszta körív fél ív hosszát, a tiszta köri fél ív hosszát, és végül az átmeneti ív elejét megkapjuk a másik oldalon, hogyha az átmeneti ív végéhez, átmeneti ív vége szervényértékéhez hozzáadjuk az átmeneti ív hosszat. És akkor már csak arról van szó, hogy az átmeneti ív eleje után az út vége szervényértékét meghatározzuk. Ami pedig az átmeneti ív elejéhez kell hozzáadni az egyenes szakasznak a hosszát, az 4 plusz 51, 68. Jó, ezzel tulajdonképpen a ív főpontok szervényezési értékének meghatározását itt befejeztük, tehát átmehetünk majd a részletpont fülre. Tehát ez a főpont, ív főpont számítás, szervényezési érték számítás adja meg a keretét a részletpont számításnak, ahogy már a bevezetőben ezt elmondtam. A részletpontoknál, ugye itt a pont jele, az tehát az UE, ennek szervényezési értéke az nulla. A delta H az a hosszat jelenti, hosszkülönbséget jelenti, és most itt arról lesz szó, hogy arról van szó, hogy az egyes részletpontoknak a távolságai azok hogyan fognak alakulni. Először, ha főpontot megnézzük, ugye van egy 58-11-es egyenesünk. Tulajdonképpen már a részletpont számításnál ezeket a részletpontokat már elhelyeztük a tengelyen, tehát itt tulajdonképpen egymástól ugye 20 méterre helyeztük el a egyenesben lévő részletpontokat, 2x 20 méter, és a maradék pedig a 18,11 méter az ív elejéig. Jó, tehát akkor beírjuk, hogy 1x20, 2x20, és 18,11. Töltsük ki mindjárt az első egyenes pont szervényési értékét, ugye azt megkapjuk, hogyha a kezdő szervényértékhez hozzáadjuk a delta ív hosszat, illetve hát az út delta H-val jelölt differenciát. Ha ezt most lehúzzuk, akkor már meg is kaptuk az ív eleje, IE pontnak a szervényezési értékét, és ugye itt ránézhetünk a főpont számításra, 0 plusz 58-11 az ív eleje szervényezési értéke. Hogy következnek egymás után az ív részletpontok? A részletpont számításnál ugye a 100 méteres sugárhoz választhattuk a 15 méteres delta IH ív hosszat, méghozzá 4x, ugye ez 60, nézzük meg mennyi a fél ív hossz, ez
6705, tehát 705 marad a végén. Jó, tehát akkor 4x 15, tehát 15, 15, 15, 15, és akkor marad a végére a 7,05, 7,05. Jó, akkor most az ívelej szelvény értékének celláját lehúzva megkapjuk az ív közepe szelvény értékét. Nézzük meg, mit kaptunk a főpontszámításnál. 1 plusz 25, 16, 1 plusz 25, 16, rendben van. Ezek ugye ívpontok lesznek. Ívközépre szimmetrikus volt a részletpontok kitűzése, tehát így a szelvényértékek számítása is ugyanazzal a metódussal, ugyanolyan differenciákkal történik, tehát 7,05, 15, 15, 15, 15. Jó, lehúzzuk megint az ívközép cellájában lévő cellának a képletét, és akkor megkapjuk a az ív vége szelvényési értékét, IV, ez 1 plusz 92, 21. 1 plusz 92, 21, ez is rendben van. Töltsük ki a pontok jelét, IP, 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 és térjünk rá a tiszta körív és átmeneti íves körív közötti egyenes szakasznak a szelvényezésére. Látható, hogy itt egyszer, kétszer, háromszor 20 van, ugye az 60, és 12,40 marad még. Jó, tehát akkor 20, 20, 20, és marad még 12,40. Jó. Megint akkor lehúzhatjuk a képletet, és ez az átmeneti ív eleje kell, hogy legyen. Igen, azt nem említettem, hogy a egyenes pontokhoz külön jelet nem teszünk, tehát úgy, ahogy azt az első egyenesnél is tettük, külön jele nincs az egyenes pontoknak. Nézzük meg, hogy a 262 plusz 64, 61 stimmel-e. 2 plusz 64, 61, ez stimmel. Jó, és akkor most jönnek az átmeneti ív részletpontok. Ugye, amikor az átmeneti ív részletpontjait kitűztük, akkor az ívirányú távolságot 9 méterre választottuk. Tehát indulunk, hány darab 9-es lesz? 1, 2, 3 darab 9-es lesz. 1, 2, 3. Bocsánat, az 90-re sikerült 3 darab, és még az átmeneti ív végéig van még 8,28 méteres távolság. Nézzük akkor az átmeneti ív vége főpontig. Átmeneti ív vége főpontig. Az 2 plusz 99, 89, 2 plusz 99, 89, rendben van. Az átmeneti vége után kitűztünk még egy ívrészlet pontot a tiszta köríves szakaszon, méghozzá az átmeneti végétől 7 méteres távolságra, tehát ide jön ebbe a cellába 7 méter. Ha ez megvan, akkor a fél ív hossz az ugye 14,71, tehát 7,71 marad még az ív középig. Nézzük meg, hogy ez stimmel-e. Húzzuk le a képletet. Az átmeneti vége után a tiszta körívben lévő pont jele IP, majd jön az IK pont. Nézzük meg, hogy ez rendben van-e. 3 plusz 14, 60. 3 plusz 14, 60 a főpontszámításnál is, tehát rendben vagyunk.
megint ívközépre szimmetrikusan készítettük a részletpont kitűzést, így a szervényezésnél is, ugye ezt fogjuk itt most megismételni a másik oldalon, 7,71 az ívközéptől, aztán 7 méter, aztán 8,28. Most a formátumból így kilépnénk, tehát eljutunk most 8,28-ívközéptől számítva, ugye ez lesz akkor az IP, ez már az átmeneti vége kell, hogy legyen, mindjárt meg is nézzük, 3,29,31, 3,29,31, tehát az rendben van, ez már átmeneti ív részletpont. Jó, és akkor itt is kitöltjük az átmeneti ív részletpontokat. Jó, most a következő oszlopba folytatódik a táblázat. Tulajdonképpen azt ismételjük meg a második oszlopba is, mint az elsőbe, hogy a különbségek, tehát a szervényezési értékek közötti különbségek, amiket a delta H oszlopba írunk, ezek összefüggőek legyenek, ezért a utolsó szervényértéket és szervénynek a jelét ezt átmásoljuk. Irányított beillesztéssel ugye értéket fogunk beírni. AP 3+37=59. 3+37=59 stimmel. Tehát folytathatjuk tovább. Ugye most jönnek a 9 méterek. Nézzük meg. Az átmeneti vége, a 8,28 előtti értékek, azok mind-mind 3×9 fogja adni majd az átmeneti velejét, tehát 9, 9, 9. A képletet itt is újra be kell írni. Tehát a szervényezési értékhez hozzá kell adni a delta H-t. Megkapjuk, és most már ezt lehúzhatjuk. Ez is AP pont lesz. Meg ez is AP pont lesz. Ez pedig AE pont lesz. Nézzük meg, 3,64,59. 3,64,59 az átmeneti ív elejénél vagyunk. Nézzük meg az utolsó sokszög oldalon lévő egyenes pontokat. Egyszer, kétszer, háromszor 20 méter. És akkor marad még, ugye ez 60, 27,09. Jó, és ez pedig az út vége. Jelet fogja kapni, 4+51=68. 4+51=68, tehát stimmel. Tehát meghatároztuk így az összes fő- és részletpont szervényezési értékét, vagyis a kezdőponttól mért távolságai megvannak. A szervényési jegyzőkönyv kitöltését követően a következő feladat az, hogy a részletpont számításnál már berajzolt sugárirányokra ráírjuk, feltüntessük ezeket a szervényezési értékeket egyrészt, másrészt pedig a részletpont számítás táblázatát ezt teljessé kell tenni azzal, hogy a meghatározott szervényezési értékeket feltüntetve az egyes ívpontokhoz tartozóan
ugye, mivel ívközépre szimmetrikus volt a részletpontok kitűzése, ezért egy-egy kitűzési adathoz a kitűzési kezdőponttól való távolsága adott pontnak ugyanaz lesz, az év elejétől, év végétől, ugyanaz lesz a derékszögű összrendezős értéke, tehát így kell kinézni majd a táblázatnak, ugyanígy az átmeneti íves körívnél is a képen látható mintaszámítást majd szintén elérhetővé fogom tenni. Jó, tehát most térjünk vissza a szevénysi értékek feltüntetésére. Ahhoz, hogy ezek a, hogy a szöveg egységes formátumú legyen, ezt elő lehet segíteni AutoCAD-ben azzal, hogy már előre megszerkesztjük a írandó szöveg kezdőpontját, illetve a szövegnek az irányát is majd be fogjuk jelölni. Mivel itt írni akarunk valamit, tehát valamilyen beállításra szükség van, méghozzá arra, hogy a szöveg formátumot azt beállítsuk. Ugye melyik tartalmazza, melyik fólia tartalmazza a szöveget, a szelvények, szelvény értékek nevezető. Ez egy az aktív. Keressük ki a formátum menüből a szöveg stílust, és hogyha a standardon lenne, akkor ezt tegyük át a 0 alulvonás 25-re, ugye ez a Simplex betűtípus 2,5 magas és 0,75 a szélességi tényezője, tegyük ezt aktuálissá, bezárhatjuk ezt az ablakot, és most jön a kiszerkesztése, a úteleje pont szelvényezési értékének. Ez hogy történik? Úgy történik, hogy a sugárirányjal húzunk párhuzamost egy AutoCAD rajzi egységgel, méghozzá az ív eleje felé haladva. Miért az ív eleje felé haladva? A szöveg irány az úgy kell, hogy kinézzen, hogy mindig a szöveg balról jobbra olvasható legyen, de ugyanakkor úgymond talpra is essenek a betűk. Hol vált ez a szövegirány? Itt az ív középnél láthatjuk, hogy ez megfordul, alulról fölfele írunk, addig míg az ív elejét föntől lefele kezdtük el írni, alulról fölfele, tehát itt is balról jobbra, és talpra esik a szöveg. Tehát ennek betartásával kell ezt az egy egységnyi párhuzamost vonalat berajzolni. Tehát még ez is rendben van, itt is még ugye ebbe az irányba dől, ez a sugárirány viszont már a függőlegestől jobbra esik, tehát ugye itt már a bal oldalra kell tenni a egyegységnyi értéket. Jó, zárjuk majd az ív középpel. Ezeket a párhuzamosokat itt, ha rendre kijelöljük, akkor ezt célszerű, igen, most itt elhibáztam, itt ez a párhuzamos, itt ez a párhuzamos, ív középnél ez a párhuzamos. Ezek úgyis csak segédvonalak lesznek, tehát ki kell majd őket törölni. A fóliáját a szaggatótról állítsuk folyamatosra. Innen jobban látjuk is, hogy melyik lesz majd az a vonal, amin a szöveg el fog helyezkedni. Tegyük ezt meg a többinél is. Tehát itt ez a jobb oldalon van, jobb oldalon, jobb oldalon, jobb oldalon, meg az elsőnél is jobb oldalon, és ez folyamatos. A másik feladat az, hogy a szöveg kezdőpontját meghatározzuk. A cél az, hogy minden szövegnek a vége az körülbelül a sugárirány végénél fejeződjön be minden egyes szöveg. Ehhez ebben az esetben, az első szakaszon, amikor ugye föntről lefele írunk,
itt a szöveg kezdőpontjának meghatározásához a szöveg által elfoglalt hozból következtetve húzunk párhuzamost majd a korábban, még a részletpont számításnál a tengellyel, 30 egységre húzott párhuzamos vonallal. Az út eleje pont ábrázolásához húzzunk párhuzamost 17 autókedrajzi egységgel, ezzel a sárga vonallal. És ne is menjünk tovább, mert mindjárt ezt akkor írjuk is be. Ugye a szelvényértékek fólia az aktív, tehát erre lekerül a szöveg. A szövegírás a DS, D szöveg parancssal történik. Itt a parancsor fölött megjelenik az aktuális szövegstílus, ugye ez 0 alulvonás 25, ahogy azt beállítottuk, adja meg a szöveg kezdőpontját, tehát itt most akkor a metszéspont fogóval kijelöljük a szöveg kezdőpontját, adja meg a szöveg elforgatási szögét, ezt pedig úgy adjuk meg itt grafikusan, hogy az egyegységre húzott párhuzamos vonal végére kattintunk. Jó, megjelenik egy ablak, és ebben már kezdhetjük is írni, hogy U, E, szünet, 0 plusz, 0, 0, egész, 0, 0. Jó, kattintsunk a egér kurzorral egy következő ablakba, és most Escape-et ütünk. Akkor kerül a helyére a beírt szöveg. Ez volt az út eleje. Szelvényelési értéke, ezt ki is törölhetjük, ezt a segédvonalat. Nézzük az egyenesben lévő szelvények feltüntetéséhez, mennyivel húzzunk párhuzamost. Ez 12 autókedrajzi egység lesz. Párhuzamos 12. Jó, jöhet a DS parancs. És 0, itt az Excel tábla 0 plusz 20, egész 0, 0. A következő egyenes pont szelvényelési értékét, kezdőpontot kijelöljük, megadjuk a szöget, 0 plusz 40,00. Ez is rendben van, jön az íveleje. Ezt beírhatjuk újra, ezt most kitöröljük, és majd újra beírjuk, de először a kezdőpontot kell, kezdőpontját kell kijelölni. Párhuzamos, az pedig 15 autókedrajzi egység legyen az if pontoknál is, és az if középnél is. Tehát jön az if 0 plusz 40, ugye az if eleje szelvényértéke fog ide jönni. DS parancs kezdőpont. A szövegirány, és jön az íveleje 0 plusz 58,11. Ha átmegyünk az Excel táblázatba, és itt nyomunk egy Ctrl-C-t, átjövünk AutoCAD-be, az ablakba kattintunk, és nyomunk egy Ctrl-V-t, akkor tulajdonképpen megjelenik a szelvényszám, annyi feladatunk van, hogy hozzá kell írni a jelét. IE, end pont, és egy két dellel visszavonjuk a soremeléseket, kattintunk úgy, ahogy ezt tettük már korábban is, egy másik ablakba, Escape is már helyére is került. Jön a következő if pont, az pedig DS, szöveg kezdőpontja, szövegirány, jön a következő
szelvinési érték, Ctrl-C, Ctrl-V, a 0 plusz 73 11 elé, ugye egy IP-jel kell, IP szünet, enddel a sor végére megyünk, dellel visszaszedjük a többletsorokat, kattintunk a következő ablakra, és Escape. Jó. Még egy ilyen if pontunk van, amelyiket föntől lefele kezdünk el írni. DS. Kezdőpont irány. A következő szelvényérték a 0 plusz 88 11. IP. End. Del. Másik ablak. Escape. Jó, és akkor most nézzük a következő szövegirányt, ugye itt egész eddig föntről lefele, most alulról fölfele fogunk szöveget írni. Ehhez nincs szükség segédvonalra, tehát ezt kitörölhetjük. És adjuk meg a szöveg kezdőpontját, ugye az a sugáriránynak, vagy a sugáriránnyal húzott, egyegységre húzott párhuzamosnak az egyik vége lesz, tehát DS. Kezdőpont, az tehát ez lesz, szövegiránynak pedig, ugye ennek az egyenesnek a másik végpontját adjuk meg. Mi lesz a szöveg? Ctrl-C, ablakba kattintunk, Ctrl-V, ez is ívpont, IP szünet, end, kéddel, újabb ablak, escape. Jó, tehát akkor ez itt megvan. Ez a segédvonal tulajdonképpen már nem is kell, hogy itt zavarjon bennünket. Ha mindig a végére kattintunk a vonalnak, akkor erre nincsen szükségünk. Jön a következő szelvényes érték, ahogy jeleztem, az ív középpel fogjuk majd befejezni. Fogom befejezni a bemutatót, nyilván ezt majd tovább kell írni, de a metódus az ugyanez lesz majd az átmeneti ívnél is. DS a következő szöveg, végpont, elforgatás szöge, következő szelvényérték, azaz 1 plusz 18, 11. IP szünet, end, kéddel, újabb ablak, escape. És jön az if közepe ezután. Tehát DS, kezdőpont, szövegirány, a beírandó szelvényérték az 1 plusz 25, 16. 1 plusz 25, 16, előtte viszont a jel IK lesz. Jó, és így tovább a többi szelvényérték beírásánál is ezzel a metódus kell követni, tehát vagy kijelöljük a kezdőpontot, ha fölül lefele írunk, vagy pedig ugye alulról fölfele, akkor egyértelműen a berajzolt, egyegységre berajzolt párhuzamosok lesznek majd azok a segédvonalak, amire a szöveget írjuk. Jó, ezeket kitörölgetjük, akkor meg segédvonalakat kitöröljük, meg ezt is kitöröljük. Akkor kapjuk azt a formátumot, amit láthatunk a végső rajzon, tehát ezzel a metódussal lehet az összes szelvényértéket itt ábrázolni, felírni, és akkor kapjuk a beadáshoz szükséges formátumot, tehát az összes méretezés, az összes sugárirány, az összes szelvényérték itt megtalálható. Ez lesz majd
az alapja a további tervezési lépéseknek, és még egyszer akkor felvillantanám a részletpontszámítás táblázatát, tehát minek után beírtuk a szervénység értékeket, szépen látszanak azok az ív részletpontok, amelyeknek azonos a derékszög összrendezője, a kitűzési kezdőpont, egyrészt az ív eleje, illetve az ív vége lesz. Nézzük az átmeneti éves körívet. Ebben az esetben is a két átmeneti ív eleje lesz a kitűzési kezdőpont, az átmeneti ív részletpontok jönnek egymás után, ugye szimmetrikus átmeneti éves körívünkről van szó, tehát azonos a paraméter, tehát ugyanaz lesz majd, mindig két pontnak azonos az XY összrendezője. Jó, tehát ebben a formátumban kell kitölteni, így ahogy a mintában látható kézzel írva, és ez beszkenelve vagy lefényképezve kell majd a beadandó feladatokhoz csatolni. Jó, ezzel tehát a helyszínházi tengelytervezést befejeztük. A következő feladat majd a helyszínházi tengely fő- és részletpontjai alapján, majd ezen pontok magassági értékének a meghatározása, illetve a keresztszelvények munkarészben, ezen szelvényekhez tartozóan a terepvonal megrajzolása lesz. Jó munkát kívánok a végrehajtáshoz!